Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, Hódmezővásárhelyen most az a legjobban pörgő hír, hogy Varga Anikó, a BFMK igazgatója beadta felmondását. És azóta elindult egy üzenetváltás részben a sajtóban, és főképpen a közösségi oldalakon. Milyen vita zajlik Önök között, a polgármester és Varga Anikó igazgató között? Például adott-e Ön fegyelmit Varga Anikónak? Nem adtam. Azt hiszem, hogy egy figyelmeztetést adtam neki 2 évvel ezelőtt, amikor az ifjúsági klub megnyitóján valótlan és politikai tartalmú kijelentéseket tett a színpadon mellettem. Ezt nyilván ott az ember úriemberként szó nélkül hagyja, de utána egy írásban figyelmeztettem, hogy kérem, hogy ne tegyen ilyen többet. De most, amikor állítólag kapott egy fegyelmit, én megkérdeztem Megyesi Beátát, a főigazgatóasszonyt, és ő is megerősítette, hogy nem kapott Most fegyelmit. Azt írja a Varga Anikó a Facebookon, hogy múlt héten kapott egy fegyelmit. Igen, tehát nem kapott. Ez is valótlan. Azt is mondja, hogy miért kapott volna fegyelmit, vagy miért kapott fegyelmit az ő felfogása szerint, mert márciusban nem megfelelően beszélt a főigazgatóval. Ez finoman így lehet fogalmazni, ha bármelyik munkahelyen azt csinálta volna, amit az én szemem láttára, ahogyan viselkedett a főnökével, akkor igen, kapott volna egy fegyelmit, és én valóban elmondtam neki, hogy én azt tartom helyesnek, hogyha ő fog kapni egy fegyelmit. Nem kapott fegyelmit, de szerintem kellett volna, hogy kapjon. Ezt el is mondtam neki. Tehát én azt gondolom, hogy így ember nem viselkedhet a főnökével, nincs a világon olyan munkahely, ahol ezt eltűrnék neki. Varga Anikó munkájával meg voltak-e elégedve? Igen. Az előbb említett, politizálós jelleget leszámítva, és a személyes viselkedését leszámítva, igen. Én például Miklós Péter főigazgatósága alatt úgy láttam, hogy ők ketten kijönnek egymással, tehát ott nem volt személyes konfliktus sem tudomásom szerint, tehát ott a főnökével való viselkedés sem merült föl. Volt, aki panaszkodott rá nyilván, a munkatársi közösségben természetesen ez óhatatlan, de én azt gondolom, hogy jó szakmai munkát végzett, éppen ezért. Most is, amikor múlt héten leültünk, akkor megerősítettem, hogy nem akarjuk elbocsájtani, hogy meg lehetne indokolni, még egyszer mondom, a viselkedésével, de ő ennek ellenére biztosítottam afelől, hogy számítunk tovább a munkájára, a munkaügyi kérdéseket beszéltünk, meg már abban az értelemben, hogy feladatokat, hogy a nyáron hogy lehet színesebbé tenni a programot, a gyermektáborról beszéltünk legutóbb vele, ugye a városi gyermektáborról, amit szintén a BFMK szervezés segít szervezni, programokról beszéltünk, a ifjúsági klub működtetéséről, tehát abszolút szakmai kérdésekről. Én azt gondolom, hogy ebben jó volt, és mi nem politikai alapon, ugye ez a legdurvább csúsztatás, és ezt kértem Anikót is, hogy ezt legyen kedves korrigálni, hiszen olyan soha nem hangzott el, hogy bárki nálunk, azért mert fideszes, azért nem lehet vezető. Anikó 4 éve közismert fideszes kötődése mellett 4 éve változatlanul vezette, és felőlünk akár meddig vezethette volna a művelődési központot. De nem sorolom fel, hogy hány olyan vezető van, akik mind még az elődeim idején kerültek kinevezésre, és azóta is pozícióban vannak, sőt, van, aki elő lett léptetve. Varga Anikó pontosan azon a poszton van, ahova az én elődeim őt méltónak találták, és én is. Hogy jön be mégis ebbe a vitába a politika? Hát én azt látom, hogy ez egy fideszes hazugsággyár kategória. Nagyon szomorú, hogy egyébként jóra való emberek is beállnak ebbe, és ezt a politikai vonalat nyomják. Lázár János maga erősített rá erre legutóbb, nem is tudom, a valamelyik sörözőben tartott fórumán, ahol azt elmondta, hogy én hideg vérrel legyilkoltam 300 embert, pontosabban lemészároltam, ez volt a kifejezés, amit ő használt, csak azért, mert ezek fideszesek vagy Lázár Jánosnak a hívei voltak. Ezt mind a Városházán. Ugye tudni kell a Városházáról, ha jól emlékszem, amikor én polgármester lettem, 127 ember volt. 127 emberből Lázár János szerint én 300-at, neki 300 támogatóját kirúgtam. Annak idején erről még egy vizsgáló bizottságot is fölállított, akkor azt hiszem Kovács doktor úr vezetésével fölállítottak, egyetlen egy embert nem tudtak mondani, akit én politikai jogból kirúgtam volna. Azok az emberek, akik szerintük én kirúgtam, azok mind fölmondtak nálunk, sokan még az akkori viszonyok között a fölmondási idejüket sem töltötték le, már is mentek a jó állásba a kormányhivatalhoz. Az is érdekes, hogy ez a fölmondási hullám, ez csak a választások után, tehát az április 8-i országgyűlési választások után, amikor Lázár János újra megnyerte a körzetét 18-ban, odáig tartott, amíg ő, mint miniszter, le nem lett váltva.
onnantól kezdve megállt, még öt olyan ember, vagy három, aki fölmondott, még vissza is vonta a fölmondását, mert onnantól kezdve nem tudtak nekik munkát adni például a kormányhivatalban. Tehát ez a rövid idejű, gyors felmondási hullám, ez rendkívüli módon kötődött Lázár János karrierjéhez. Ameddig újra meg lett választva, akkor elindult az elvándorlás, abban a pillanatban, amikor miniszterként leváltották, akkor meg megszűnt ez az elvándorlás. Tehát nyilvánvalóan nem az én személyemben és nem politikában kell, vagy ha politikában kell keresni a magyarázatot, akkor sem az én személyemben, hanem Lázár János személyében kell keresni. De mondok egy még aranyosabb történetet, éppen Cseri Tamás volt vicces módon az a fideszes képviselő a közgyűlésben, aki annak idején 19 nyarán fölállt, és azt mondta, hogy a Városházán már csak az én legkritikátlanabb taltnyalóim vannak, azt hiszem ezeket a szavakat használta, tehát hogy már csak azok maradtak meg a Városházán, mert én minden fideszest már kirúgtam, stb. És az a vicces, ebben az időben a Cseri Tamás felesége is ott dolgozott, akit én léptettem elő. Tehát, hogy kérdeztem is képviselőt, hogy pont őt választották ki, hogy elmondja ezt a kampánybeszédet, ezt a hazugságot. Hát mondom, önnek még a felesége is itt van, akkor a felesége és az én kritikátlan taltnyalóm. Szóval azért mondom, hogy a fideszes hazugságoknak nincs racionális korlátja. Hódmezővásárhely példát mutatott, szeretetben, elfogadásban, nálunk nem politikai alapon nevezik ki az embereket, sem politikai alapon váltják le. Képességeik és a város iránti szolgálatuk határozta meg, éppen ezért bár Varga Anikó többször szerintem is elfogadhatatlan viselkedett, de a munkájával meg voltam elégedve, és most is biztosítottam, hogy folytathatja a munkáját. A politikai vonalhoz térjünk azért még vissza. Az ifjúsági klub megnyitója kapcsán mégiscsak politikai összezördülés volt. Nem összezördülés volt, én figyelmeztettem rá, hogy ne politizáljon a színpadot, és ne mondjon valótlanságokat. Még egy utolsó téma, állítás ezzel kapcsolatban. Mondott-e ön olyat Varga Anikónak, hogy már csak kettő kell, már mint fegyelmiből, és el tudlak küldeni? Ez sem így van. Természetesen bárkit el lehet küldeni bárhonnan, tehát nem kell egy, kettő, három fegyelmi, szó sincs róla. Kapott egy figyelmeztetést, és elmondtam neki, hogy ha ez ismétlődően előfordul, igen, akkor természetesen nem fogom tudni megtartani, ott nem fogom megtartani. Tehát, hogyha ő folyamatosan ezt folytatja, akkor valóban nem tartottuk volna meg, de még egyszer mondom, ez egy figyelmeztetés volt Anikónak, hogy ezt ne csinálja. Ez nem arról szól, hogy valahol bármely jogszabályban le lenne írva, hogy hány fegyelmi kell ahhoz, hogy valakit elküldjenek. Megjegyzem, az elődeim idején nem is volt szokás fegyelmit adni, jött egy telefonhívás valamelyik embertől, vagy Samesztól, és akkor megkérték az illető vezetőt, hogy most azonnal adja be a felmondását, és természetesen nem mertek beszélni róla, tehát olyan nem volt, hogy egy kirúgott vezető az a sajtóban letámadta volna mondjuk Lázár Jánost, vagy Rabcsák Andrást, vagy Almás Istvánt. Tehát természetesen az diktatúra volt. Az nálunk nem fordul elő, hogy valaki nem köszön a polgármester feleségének a postán, és másnap kirúgják. Tehát azért mondom, hogy most, vagy bennül a portás fülkébe bennül a polgármester, és nézi, hogy hány perc, hány óra, hány perckor érkeznek a dolgozók. Tehát azért mondom, hogy egy kicsit más légkör van most a városban. A terror, a megfélemlítés és a korrupció is megszűnt. Én erre nagyon büszke vagyok. Térjünk át egy másik témára, ami inkább országos, de hát nyilván minden városban van jelentősége annak, hogy dolgoznak-e védőnők, és ellátják-e a gyerekeket, tanáccsal szolgálnak-e az édesanyák számára. Meg akarta-e ön szüntetni a védőnői szolgálatot a kampány során? Volt-e ilyen terve? Megváltoztatva az ellenzék programját. Igen. Tehát az a szomorú igazság, hogy itt a DK és Arató Gergelynek a ellenem folytatott kampánya és a Fidesz összeért. Tehát amikor már a DK és a Fidesz együtt, egyesült erővel terjeszt hazugságokat rólam, az végleg rosszul esik, de egybe rámutat arra is, hogy miért nem sikerül leváltani a korrupciót Magyarországon. Tehát először is tisztázzuk azt, hogy végleg undorító, tisztességtelen dolog egy zárt ülésről, megbeszélésről, plegykákkal előállni. Ennek sok oka van, az egyik az az, hogy nem lehet védekezni ellene, nincs például hangfelvétel, nem nyilvánosan állunk ki, és ilyenekkel letámadni a másikat, az eleve inkorrekt. Amikor egy ilyen beszélgetésnek a tény adatait, tehát ne azt nézzük, hogy mi hangzott ott el, mert ezt ugye mi nem tudjuk. Egyébként elvileg szerintem jegyzőkönyvek is vannak, de ezt érdemes lenne majd egyszer megnézni, de ezek is, ha jól gondolom, akkor bizalmasak. Már legalábbis abban az értelemben, hogy gondolom én, hogy a pártelnökin elhangzottakat nem illene kiteregetni. És nem azért, mert bármi
tisztességtelenség hangzon el ott, hanem mert ez az alapvető üzleti és politikai etiketnek is része, hogy egy zárt megbeszélésről nem beszélünk, nem hozunk nyilvánosságra, stb. Tehát ez már tisztességtelen, itt kezdődik. A másik, hogy mivel tudunk ezzel ellen védekezni, hát az Arató Gergely valótlan állításaival kapcsolatosan a bizonyíték az az, hogy mi van a programban. Ugyanis Arató Gergely azt mondja, hogy Gyurcsány Ferenc azon háborodott föl, hogy én a védőnöket kritizáltam volna, és ezért megsértődve kivonult, szitkozódva. Ő valóban elment erről az ülésről, de, és ez nagyon sokat mond, az öt párt és az MMM tovább folytatta a munkát, akkor este megalkottak egy csodálatos programot, sőt, még a DK-nak a képviselői is jelen voltak, és tovább folytatták ezt a munkát. Így annak ellenére, hogy Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy márpedig ő semmilyen változtatást nem hagy jóvá a közös alaphoz képest, a nagyon sok szakember nagyon hosszas munkájaként tudtuk véglegesíteni ezt a nagyszerű programot, és ebben még a DK is részt vett, és az összes párt jóvá hagyta ezt, másnak még a DK is. Tehát gyakorlatilag nézzük azt, amit konszenzussal elfogadtunk. A konkrét részet, a védőnőkkel kapcsolatos részt, azt a teljes ellenzék nőügyi munkacsoportja dolgozta ki, a feleségem részvételével és segítségével. A feleségemnek a korrektúrái vannak abban a munkaanyagban, amit erre az ülésre beterjesztettünk és véglegesítettünk. Ebben, amit az Arató Gergely kiposztolt, kitett képet tegnap, valóban van olyan, hogy a védőnői hálózat megerősítésre félmondatot a nejem kihúzásra javasolta, és el is fogadtuk, és ki lett húzva onnan, de csak azért, mert már másik három helyen szerepel. Tehát magyarul nem arról van szó, hogy mi azzal nem értettünk volna egyet, hanem azért került kihúzásra, mert nem oda illett. Nem oda illett. Amikor az egészségügyi dolgozókról beszélünk, akkor pont a védőnőket miért kell kiemelni. Ez nem egy változtatás volt, hanem egy korrektúra. Ez egy korrektúra, egy szövegszerű korrektúra volt, nem tartalmi, hanem formai kérdés, és én becsatoltam egy képet arról, amit valamiért Arató Gergely nyilván nem túl jó indulattal elhagyott, hogy a nejemnek a korrektúrájában ő minden ilyen változtatást indokolt, és ott pontosan ez van. Tehát ennél a kihúzásnál az szerepel, hogy ez már más helyen szerepel. És én becsatoltam azokat a korrektúrákat is, ahol ugyanez a nőügyi munkacsoport beírta, hogy hogyan kell megerősíteni a védőnői szolgálatot, hogy nekik hogyan kell új feladatokat, jogosítványokat, támogatást, pénzt adni. Az ellenzék programjából, és ez a legfontosabb, nem csak, hogy a védőnök megerősítése, hanem igen jelentős fizetésemelése is szerepelt, a kórházak megerősítése, és a többi. Tehát itt most az a szomorú, hogy a DK beleáll abba a hazugságba, amelyet egyébként a Fidesz egyébként is nagy kedvel használ az ellenzék ellen. Még sajtópereket is nyertünk. Furcsa lett volna, hogyha az ön felesége azzal az előélettel, hogy bábaként dolgozott, a védőnői szolgálat megszüntetését javasolta volna. De a legfontosabb, itt azt kell hangsúlyozni, tehát hogy a teljes elfogadott program, amit a DK is elfogadott, az mit tartalmaz? A mi módosításunkra, a nőügyi csoport módosítására, amit én vittem be a pártok elé jóváhagyásra akkor, egy vasárnap este, és megértem, hogyha a politikusok vasárnap este nem ezzel akartak foglalkozni, de szerintem az ország sorsa az egy picivel fontosabb, mint egy pártvezetőnek a vasárnap esti programja és nyugalma. Tehát ezzel együtt is. Én azt gondolom, hogy felelősséggel mondhatjuk, hogy ez egy remek program volt, sok jó kompromisszummal, sok jó megoldással, javaslatokkal együtt véglegesítettük és együtt fogadtuk el. Meg kell nézni, hogy mi van leírva ebbe a programba, pont a mi javaslatunkra nem csak, hogy benne van, hanem ki lett emelve, ki lett egészítve a védőnők feladatkörének kiegészítése, megerősítése, fizetésük emelése és a többi. Tehát pont fordítva. Ez egy szimpla hazugság, de még egyszer mondom, az, hogy az ellenzék saját magát veri szét, egymás ellen rágalmaz, hazudozik, bizalmas megbeszéléseket tereget ki a sajtónak, ez mutatja azt, hogy valóban ez az ellenzék legalábbis a DK biztosan nem is akar győzni. Hogy is volt a védőnők valamilyen szakmai szervezete vagy országos szervezete, a Magyar Nemzet ezzel kapcsolatos cikkét küldte ki? Hát az nagyon érdekes, mert pont a Magyar Nemzet ellen egészen biztosan újra följelentést fogunk tenni. Ők ugyanis már egy olyan elbukott, már perben elbukták azt a hazugságokat, hogy mi kórházak szülészeti és sürgőségi osztályt akartuk bezárni, soha nem mondtunk ilyet. Hamis idézettel kampányolt a Fidesz. Tehát úgy idézőjelben rakták, mintha én mondtam volna valaha ilyet. Hát egész pontosan a békemenetet szervező alapítvány, KFT-je hirdette ezt óriás plakátokon.
Én azt nem tudom, hogy pontosan ki és mikor mit hirdetett, de egy biztos. Tehát, hogy hazug ígérete, hazug idézeteket vágott be a fideszes kommunikáció rólam, és most a Magyar Nemzet, ha jól emlékszem, valamelyik, azt hiszem, hogy a Magyar Nemzet volt, most újra lehozta ezt. Pedig mondom, már sajtópert veszítettek ebben még áprilisban vagy márciusban. Tehát kimondottan gusztustalan az a hazugság. Ezt csak azért hoztam szóba, mert a cáfolat ugyanúgy eljut a védőnökhöz, mint ahogy eljutott ez a levél. Hát őszintén szóval én nekem nincs védőnői adatbázisom, és nincs jogosultságom sem nekik mindegyiküknek írni. A Fidesz pártállamának éppen az a lényege, hogy én hiába mondom el százszor, hogy nem vinnénk katonákat Ukrajnába, nem telepítenénk be migránsokat, mint a Fidesz, és megemelnénk az egészségi dolgozók fizetését, és megerősítenénk a védőnői szolgálatot, és nem leépítenénk, hogyha a Fidesz az én 100 elmondásommal szemben 10 millió embernek tudja hatékonyan eljuttatni a hazugságokat. Beszéljünk néhány városi történésről. Civil és sportegyesületeknek írt alá szerződéseket. Ez a közgyűlés nem régi döntése nyomán születtek ezek a szerződések. Mennyit is kapnak az egyesületek? Hát ugye egy 30 milliós éves keretből, évi két alkalomból ez a hivatalos nagy alkalom 24, majdnem 25 millió forintot osztottunk szét, és van egy tartalékkeret, amit majd szeptemberben lehet megpályázni azoknak, akik most nem pályáztak, egy új ötlettel, vagy azóta betervezendő rendezvényekkel, sporteseményekkel, civil rendezvényekkel is, és abban fogjuk a maradék pénzt kiosztani. Tehát gyakorlatilag most 24,6 millió forintot osztottunk szét. 31 sportegyesület mindegyike kapott támogatást, a közgyűlés nyílt döntésével, nyilvános vitával jóváhagyva a bizottsági javaslatokat, és utána a civil egyesületek is kaptak, ott ugye nem mindegyik kapott, de ott is a többség igen, és úgy osztottuk szét a pénzt, hogy a köz előtt megvitatva mindenkinek, amennyit jónak láttunk, annyit tudtunk adni. Ez egy óriási előrelépés a korábbi állapotokhoz képest, amikor aki jelentkezett, az esetleg kapott, a polgármester dönthetett erről. Nem, most nyílt, meg politikamentes, ugye közismert fideszes emberek kapnak sokszor a legtöbb támogatást az ő egyesületeiken keresztül, vagy ők kapnak az egyesületeik, az általuk vezetett egyesületeknek. Tehát, hogy én azt látom, hogy ez egy jól bevált civil pályázati rendszer, ahol sport és civil egyesületeket átlátható, korrupciómentes, politikamentes módon támogat a város. Egy másik szerződés. És bocsánat, azt akartam mondani, ez is egy innováció. Tehát ilyen sincs tudomásom szerint még egyik városban sem Magyarországon. Itt sem volt korábban. Ez a tisztesség, a becsület, az átláthatóság mintája. Szeretném, ha minél több város alkalmazná. Egy másik szerződést is aláírt, egy aszfaltozásról. Melyik lakóterület, melyik utca örülhet? Igen, hát ezt megemlítettem most egyik ma reggeli bejegyzésemben, és a klauzál közt említettem, éppen tegnap valóban aláírtam a klauzál köznek a több mint 11 milliós aszfaltozási szerződését. Ez az utca eddig nem volt burkolt, a vízelvezetését már megoldottuk a tavaly évig bezáróan, és most az aszfalt burkolat is megoldódik majd az ott lakóknak, úgyhogy gratulálok az ott élő családoknak, és Berényi alpolgármester úrnak, aki nagyon szorgalmasan képviselte az ő kívánságokat és érdekeiket. Lázár János egy sajtóhír szerint valami olyasmit nyilatkozott, hogy a korábban megakadt Modern Városok program új lendületet fog kapni. Ön nyilván a megállapodásuk része volt. Ez a megállapodásunk része, így. Megállapodásuk része volt ez. Tud-e ennél közelebbit az iskolák energetikai célú, általában energetikai célú felújításával kapcsolatban? Még nem, de tegnap kerestem már Lázár János urat, úgyhogy a legközelebbi alkalommal végig tárgyaljuk újra ezeket a kérdéseket. Most pedig meghívtam, mint minden alkalommal írásban eddig is, a városi ünnepségekre, vagy megemlékezésekre, Trianon gyászos évfordulójára, június 4-ére. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, nézőinknek a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!